S1. S1 Pro bőrtokban. Ez volt az első fáknyivenkésem, amit nagyon-nagyon szeretek, mert ezt tartom én egy ilyen mindenesnek. Kicsit minden van benne. Kis súly, kis ez, kis az, de ez is végé 10. Ugye S1 Pro bőrtok. Nem szeretem a sima műanyagot. Ezen már dolgoztam egy kicsit. Enyhe ilyen tükörpolírszerű valamit csináltam, mert össze volt karistolva már nagyon a penge. Szerintem nem lett rossz, nem tökéletes. Ha nagyon keresek, találok hibát rajta, de szeretem, jó kis kisebb markolata van, mint az A1-nek, de jó, jól lehet használni. Ennek sem valami acélos a kaparó éle. Akkor még egy kis kampó. Legyen mondjuk így. Ez is végé 10. Szokásos, semmi különös. Na, ennek is szuper éle van. Ez közel olyan jó, mint az F1. Igen, kedvelem. Ez is jó kis erdőjárók, és ez azt hiszem a fák néven is így emlegeti, hogy ez a erdőjáró kése. Szerintem ezek mind az erdőjárók. Ez a három, amit az előbb bemutattam. Nagyon kellemes kis kés. Semmi különös. Nagyon jó viszi. Hát igen, az mondjuk biztos, hogy a hegyére érdemes vigyázni. Az törékeny, az tény és való. Szerencsére nekem nem tört le, de láttam nagyon sok embernél, hogy letörött. Szépen viszi a fát. Hát nem lett tökéletesen szimmetrikus, de szerintem a célnak megfelel tulajdonképpen. Úgyhogy nagy baj nincsen vele. Na, hát a kis kedvencem. Bár most, hogy így föl lett már polírozva egy kicsit a pengen, nehezebben állok rá, hogy magammal vigyem, de ettől függetlenül ez egy nagyon jó kis kés. Szeretem. Ugye itt a penge az, ami, vagy a hegy, ami sérülékeny lehet. Ez a külső 420J, azt hiszem, ez a laminált pengén, ez mondjuk elég sérülékeny, ez tény is való. A műanyagtok az nagyon szétkapja. Ha belekerül egy kis homokszem, meg teljesen tökéletesen meg is karistolta. Nálam még rendben van a markolat is. Pedig nem mai kés, nem most vettem. Na, a kis kedvenc. Még egyszer, S1.